Sziasztok srácok, köszöntelek csatornámon, én Karabi vagyok, és mint látjátok, ismét árkozni fogunk, megérkezett a Winter Wonderland, ezen belül is egy újabb pályát fogjuk kipróbálni, a Lost Island-et. Itt van velem feleségem, vele fogunk játszani. Sziasztok! Becsatlakozunk a kedvenc szerverünkre, majd már egyszer kipróbáltuk egy rövid időre, viszont újat fogunk kezdeni veletek. Úgyhogy csatlakozunk is rá egyből. Picit a bőrszínén sötétitek, hisz azért mégiscsak egy, hát, ősemberről van szó. Ha nem számít szem, az jó. Fejméret is jó. Állakon, arcokon, szélesség, fej nem változtatok. Törzsön egy picit, picit a mellkasát megizmosítom, de ne olyan nagyon durván. Jó. Amerikai kapitányos széles vállakat. Kipőt azt. Vékonyítjuk. Bős szélessége. Szerintem azon egy picit lehet így vastagítani. Bős magasságán is lehet, hogy szép nagy darab ember legyen. A mélység igazán beból. A túlzás így a melleknek, úgyhogy visszaállítom. Így jó lesz. Kéz, karok, felső kar, egy kicsit bicepszét. Megvastagítom olyan Schwarzeneggeresre. Alkat is lehet, hogy nagyon icipicit, finoman lábakat megnagyobbítom, hogy szép nagy darab legyen, már ki is lóg a buksia. Tombos, vádlikra is, talpaz, nagy lábon él. Na, így kezdjük újra. Megölettem magam egy brontosaurusszal, és akkor így most újat tudunk kezdeni. Hát a beach-en szeretném kezdeni, hogy új karaktert fogunk, illetve készítettem most itt. Így van, biztos, biztos. Hát, nézz velem szembe egy állat egyből. Eloszi a szevasz, el is rohant egyből. Na hát ezen a szerveren azért vannak mások is. Nem saját szerver, de itt a beach-en fogjuk kezdeni. Hát pont sötét van, hogy nagyon nem látszik, de valami csodálatos ez a pálya. A víz is. Most sötét van, tehát a víz alatt nem fogunk túl sokat látni, de azért látszik még itt sötétben is, hogy nagyon jól látni a víz alatt. Nagy előny ennek a pályának. Én addig elkezdek itt gyűjtögetni egy-két apró dolgot, amíg feleségem is belép. Megcsinálja a karakterét. Addig én így gyűjtögetek, és kinézek egy olyan helyet, ami szerintem kezdésnek megfelelő lesz. Jó lenne, mást is adna szalma helyett. Kis fát mondjuk. Jó sok szalmánk van, gyűjtök. Nyilván legyen egy kis kaja. A narkoberink az van. Ez annyira nem fontos. Rost. Kell nekünk rost. Na, gyűjtögessék kérlek. Úgy mi? Egyes szinten vagyunk, úgyhogy nagyon fontos, hogy a súlyra pakoljak az elején. Oké, ki kell fejleszteni nyilván a legfontosabbakat, mint kőbolta, meg tábortűz. Átolt fát, nem sokat, de adott fát. Adjunk hozzá még egy kis pontot. Hát, szerintem a súly és az életerő itt az elején rendkívül fontos. De jöhetnek a ruhák. Föl tudjunk öltözni. Jó, egy ennyi pont volt. Na. Legugolni akartam. Oké, gyorsan legyártam itt a legelemibb, legfontosabb dolgok, és akkor lesz utána már egyből kovakő is. Ó, mennyi szemetet adott már megint. Én ezeket nem szeretem, úgyhogy én ezeket mind ki is dobálom. Bocsi azoktól, akik szeretik ezeket a skineket, de én nem igazán. Nagyon rajongok értük.
ezzel most már fogok tudni akkor bányászni, vagy hát igen, végül is bányászásnak is nevezhetjük. Kicsit csákányolni hova követ, akkor fogok tudni gyártani egy-két olyan dolgot, ami elengedhetetlen. Na te merre vagy? Jó, én most már találkozni, alapítani egy törzset. Egy nagy kő, mindegy, gyorsan megkeresjük egymást, csak felöltözök. Oké. Okay. Hát ott van egy elég nagy kő, hogyha arra lehetsz. Azt hiszem ott szaladsz, ott látlak. Aha, most egymással szembe. Nem, nem szaladsz. Ez egy másik állat lesz. Aha, fel is szállt. Elég sok madárka van. Terót fogunk majd az elején fogni, szerintem az lesz az első. Na jó, én gyorsan gyűjtögetek addig, amíg ide érsz. Nem ezt akkor, hanem... Tudom, csináltam, ezt szerintem még nem csináltam. Ja, de csináltam, csak nem raktam be a kettesnek a boltát. És most sokat kell lenni az elején. Oké, most már van elég fánk. Hát túl is deheltem magam. Beteszek valami kaját az ötösre. Akkor bekajálok. Nagyon szép színek vannak, nagyon látványos az egész mondjuk. Kétségtelen. Talán egy kicsit sok fát is gyűjtöttem. Ha nem kell ennyi, és dobálom. Inkább ruhákra kéne rámenni az elején, hogy azért az megvédjen bennünket. Rostot kell gyűjteni. Na, gyűjtögetek rostot. Mi? Az érdekes. Ott gurugázott a földön, amit eldobtam. Ó, pont rostot ad. Nagyon szuper. Na, akkor csinálok nadrágot. Ja, neki kell fejleszteni a többit is, várja. Kell még cipő, kell sapka, aztán szalma alap. Jó, több pont egyelőre nincs. De világosabban egy gyönyörűek a színek, mint látjátok. Annyira látványos a játék, hogy ez döbbenet. Azt nem tudom felszedni. Remélem, nem találkozunk itt az elején semmi komolyabb veszélyforrással. Ha először kipróbáltuk, akkor hemzsegtek itt a veszélyesebb, mi veszélyesebb dögök. Kapásból kaptunk egy rexet, egy tech rexet. Hogy volt velük gondunk. Jók, egy sapkát még. Kesztyűhöz bőr kell, ajaj. Meg a cipőhöz is bőr kell. Már is felejtettem, annyira rég volt, mikor utána az elejével játszottam. Fok még a stújra. Nagyon szép kis házat épített már ott valaki. Vagyok a nagy kapunál, valakinek már van egy rexe és meg egy gyönyörű háza, úgyhogy jól, jól lemaradtunk. Akkor viszont itt vagyok. Hát lehet, hogy mögöttem vagy, de akkor rossz irányban nézek, mert nem látlak. Most vagyok. Oké. De te ott van. De melyik oldalról jössz? Onnan. Akkor itt kell szembefussál velem. Ott vagy! Ott vagy, látlak! Hát de jó. Ja. Hello, hello. Na akkor most beveszlek a törzsbe. Jó? Egészségedre. Hát ez jó kipotyogott. Jó, fogadd el létszés a törzshöz való csatlakozást. Na, elfogadtam el. Elfogadtad? Figyelj, csinálok neked is ruhát. Nem fogad? Nem. Tudom. Nem tudom. Hol is van az? De ott vagy. Ott van anya. Gyönyörű szép világosodott. Na, kell még rostot gyűjteni. Aztán nekiállunk itt valahogy alapot felhúzni. Ott egy argentáris, egy gyönyörű szép színes argentáris. Ezt te is gyűjtögessél, meg nem baj az, hogy ha tele vagy, akkor kidobálod. De lényeg az, hogy gyűjtögessél, meg csinálj valamit, hogy fejlődjél, jó? Persze. Mindig legyen nálad elég kaja. Aztán keresünk egy helyet, hogy hol tudunk letelepedni. Szerintem arra kéne elmenni. Abba az irányba. Mit szólsz hozzá? Ha. Szerintem induljunk itt el, keresünk egy helyet magunknak.
Vannak már ilyen kisebb kezdeményezések, próbálkozások látszik. Házikók. Nem mennék beljebb, ki tudja mi van ott. Szerintem maradjunk egyedre itt a tengerpartján. Ja, de aranyos volt, megállt fölöttünk. Egy teranodon. Én azt mondom, teszek a mozgási sebességemre is, hogy el tudjak szaladni. Oké, kettet kell, ajtó. Őrzsák, hát ahhoz már sok minden kell. Fal, mennyezet, ajtó és tárolóláda. Mi van? Oké, ennyi ponton volt. Jó. Oké. Megyek utánad, jó irányba mész. Itt találtál. Követ? Nem, én követlek. Oké. Ott egy házikó és egy aranyos kis ember előtte. Nem olvad el. Ja, ember. Világos. Aha, jól néz ki. De nincs ruhád, várja. Amin van, azt odaadom. Kapsz egy csapkát. Rendben, de oda dobok neked valamit. Oké, látom a raptort. Én a láncsát nem fejlesztettem ki sajnos. Á, itt egy moszkops. A szegényke már véres. Hát ha van ott egy raptor, akkor azt vagy le kell győzni, vagy el kell mellette menni. Na mindegy, gyorsan még gyűjtögetek. Inkább gyártok valamit. Hogy egy szintet lépjek. Miért kézzel ütöm a fát? Nem baj, ha túlterhetem, hogy eldobálom. A lényeg az, hogy tapasztalati pontot gyűjtsek. Ezeket mind eldobálom, nem kellenek. Ez kicsit sok lesz be nekem. A rost az maradhat. Meg a szalma is fog kelleni. Ne felejtsél el enni mindig, jó? Fontos. Jártok alapot. Szalma mennyezet, ez nem az, ez az alap. Vegyátok hetet, abból egész sokat lehet fejlődni. Meg amúgy is fog kelleni majd az alapnak. Na, mekkorát ugrott a szint, egyetlen egy alap tokén megvan. Kifejeztem a láncsát, miért lesz 3 pont. Van 9 pontom, csak a láncsa megvan. Hát itt, ami most így egyelőre fontos lesz, az elsősorban az a mozsár, nem majd a kábítószer. Azt hiszem van ott vesz... Nem, csak egyetlen egy raptor van, aha. Mindig, ameddig lehet, addig ne kötözködjünk raptorokat. Látom, te már felöltöztél, nagyon ügyes vagy. Amit nem tudok csinálni nyilván az a cipő meg a kesztyű, mert ahhoz bőr kell. Rakok az életéről, azt utána a szívosságra is, jobban bírjuk a hőmérsékletet. Hát egyszerű ácshoz nyilván bőr kell, úgyhogy ezt kifejlesztem. Mi ponton van, nem látom semennyit. Igen, de most ide. Szerintem menjünk arrébb. Mehetünk ám nyugodtan a vízbe is. Raptor, nem hiszem, hogy bejönne a vízbe. Nekem az a kis... hogy mondjam, csücsök ott tetszik, szerintem oda kéne menni. Bár ott is látom, hogy van valaki. De végigmenjünk itt a parton, aztán csak lesz egy olyan hely, ami szimpatikus nekünk. Mehetünk a vízbe. Tehát annyira jó a jó víz alatti világ. Hát mondjuk túl sok halat nem látok. Elmentem a víz alá. Halló, itt vagyok. Baltával látsz. Jó, akkor visszamegyek hozzád. Most én nem állok, hanem szaladok. Úgyhogy ez szerintem egy óriási lag lesz. Mert a Pteronodon is oda begyógyult. Na, hát ez egy óriási lag volt. Már mozgok a képernyőn? Nem mozgok még mindig. Jó, akkor gyere utána, menjünk itt a egészen vízparton annyira, hogy benne a vízbe. Szerintem menjünk át oda túl végre. Nagyon sok a házikó. Na, uh-huh.
Lehet akár úszni is nyugodtan. Jó lenne ezeket megfogni, csak még bolát nem tudok szerintem gyártani. Ez hányos? De hogy ez valakié, csak nincs rajta. Nincs rajta hám. Nincs rajta ülés. Tehát a raptor beljebb ment, úgyhogy szerencsénk van, el tudunk elérni. Nagyon nem menje szerintem a parton, inkább itt a víz mellett. Hogy be tudják gyorsan javelni a vízbe, hogyha úgy alakul. Hát itt most kettő között én nem tudom, hogy ide letelepedjünk-e. Nekem nagyon tetszik ez a rész. Ha megnézem, le tudom-e tenni, amit alapot hoztam. Illetve amit eddig gyártottam. Hát engedi le tenni az alapot, úgyhogy akár ide a vízpartjára le is táborozhatunk. Legyünk itt. Nekem ez tetszik ez a hely. Kettő között. Na, ennyi volt. Ugye ehhez az alap alaphoz, tehát ehhez a szalma alaphoz rost kell, és szalmasok, fa egész kevés. Hogy megyek rostér. Hát most inkább kaját ad, de most pont annyira nem kell. Na, ebből ad több rostot, oké. Okay. Jó. Csinálok még alapot. Töt. Hát kéne csinálni, azt még nem fejlesztettem, ki várja. Tárolóládát is, ahol majd fog kelleni fa is. Mindjárt szintet lép. Akkor szintet léptem. Ládát? Hol van? Ja, hát kifejlesztve nekem is ki van. De csinálni is kell, csak kifejleszteni. Mekkora alapot csinálják szerinted? Egy ilyen mondjuk 5x5-ös vagy 6x5-ös? Szerintem az elég lesz. Sőt, nem is biztos, hogy kell ötös. Ja, három vagy négy az elég lesz maximum. Na, menjek még a korostér. Szuper. A ládikát csinálják, kérlek, és akkor abból rakunk ezt azt. Hát mi nagyot nem tudunk, szerintem nem vagy, nincs kifejlesztve neked. Oké. Hát egyet enged, mert mi hiányzik? Szalma. Na, gyűjtsünk akkor szalmát. Egy trici. A tops. Szalmát. Jó szalmat adjál, ne fát kérlek. Úgy, mi? És vagy. Hú, 10 alap már, te még 10 alap fog kelni, és akkor utána mehet az oldala. Elrakom az alapot, és ha gondolod, akkor a oldalfalat te is elkezdheted gyártani. Kell majd ajtó, legalább két irányba. Hú, nagyon érdekes itt az elején, amikor még semmi nincs. Tudom, hogy rakjak-e még a víz felé. Egyáltalán engedem még a víz felé rakni le. Szerintem már nem fog engedni. Úgyhogy ide fogok még rakni párat. Így. De már nem engedi lerakni. Azt is felszedem. Egyébként engedi felszedni egy pár másodpercig. Hát ennél nagyobb házunk akkor nem lesz. Egyelőre. Oldalirányba tudunk még egy kicsit itt... Jaj, nem, már ide se engedi a kutyafáját. Hát, hogy mégse volt jó ötlet ide rakni. Na. Hát, gyanítom, ez megillag lesz. Mert azt mondtam neki, vegye fel, és nem szedte fel. Oj, de ügyes vagy, már meg is van az oldalfal. Hát, ez nem szedi fel. Jó, elromboljuk, mert... De a vízzel már nem engedi letenni, ez itt probléma, viszont semmire nem engedi bővíteni. Pedig én gyártottam 9-et, mindegy. Nyersanyag pocsékolás. Egyébként elteszem a ládikába. Hát, ha még a jövőben fog-e. Ó, te már hoztál fémet? De nagyon kis ügyes vagy. Van 4 szintem, rakok az életelőre, a kitartásra, a súlyra, és most már a szívosságra is. Kifejlesztem én is a ládikát, úgyis fog kelleni. Épp az a tricé megfoghatnánk, igen. Fog kelleni egy távcső, tudom, még kristályunk nem lesz egy darabig. Kell a kondér, kell a bola, aztán íj és nyilvessző. Nagyon fontos lenne minél hamarabb.
Jó, egyelőre ennyi. Nézzük, mi kell a falhoz, vagy nem tudom, mennyi falat csináltál. Farost és szalma. Aha, hát oké. Akkor csinálok viszont ajtót. Az jó lesz. Oké. Fa. Én szerintem elég lesz, és akkor gyújtok rostot. Hát egy kicsit messze vannak most már itt a dolgok. Hát nem nagyon látok rostot, hogy őszinte hegyek, vagy hát legalábbis ilyen zöldet, amiből tudnék gyűjteni. Ez az. Jól van. Na, akkor kell ugye egy ajtókeret. Kell bele ajtó. És csinálhatnánk kettő ajtót is. Ládá, kettő ajtó lesz, jó? Meg ajtókeret. Jövök, várjál. Ugye, oké, az jó, hogyha csinálsz egy, csinálod a második emeletet. Két irányba szerintem, az egyik nyilván erre, amire én vagyok, meg a másik oldal irányba. De ki kell menekülni. Vár, lehet, hogy akkor inkább a vízbe érdemesebb lenne menekülni. Hát itt mindenképp lesz. Keretet és ajtót. Gyere, jövünk ki, ez egyik. Hol legyen, ahol van ennek a közepe kb. Pont nincs közepe, mindegy, ott lesz. Szerintem akkor erre. A bocsika le kell rombolnom sajnos. Akkor el tudunk még a vízbe menni. Ajtó. Majd ott lezárom a szokásos kóddal. Bejött a házba? Hello! De szép vagy, de menjél tovább, jó? Ne taposd nekem itt légy szíves össze a dolgokat. Oké, kódokat beállítottam. Mehet rá még egy szint. Szerintem. Nyugodtan. És tudok egy 9 oldalfalat gyártani. Aztán utána a tetőt rá. Na mire tegyek? Teszek még életerőre, kitartásra. Ja, nincs annyi pont. Haha. Jó, oké, gyártok íjat és nyilvesszőt, jó? Szerintem az fontos lenne. Gyárt csak neked íjat? Egyet tudok meg egy nyilvesszőt. Tehát még szívosságra is, hogy jobban bírjam. Töltöm. Ja, még gyártja. Ilyet. Sietek, úgy látom. És lassított felvételbe jössz, látom. Igen. Oké. Okay. És én is úgy szoktam. Na, ennyit felraktam. Meg látszik, hol az ajtó. Igen, könnyen föl tud lépni, ugye nem kell lépcső vagy ilyesmi, ha viszonylag könnyen föl tud lépni. De jól néz ki. Nagyon kis takarós. Cukorfalat házikó. Jó, akkor most fegyverkezni kéne. Háromra lehetőség. Nincs kell hozzá, még szalma kell hozzá főleg. Egy kis szalmát. Fát is gyűjtött. Na, még egy pár nyilvesszőt. Na, figyelj oda, hogy nehogy ne éhezzen a karaktered, nagyon könnyen megéhezik. Oké. Okay. Jó, a ládika nálam maradt, mindegy. Na nézzük, mi lenne még fontos. Tehát paraszaurusz nyeleg nem fontos. Cement paszta is majd igen fontos lesz. Hát én azt mondom, hogy elkezdem kitanulni a fa dolgokat. Lehessen fejleszteni a házat. Mennyezetet majd dobjunk rá, jó?
Hát ennél magasabb egyre nem kell. Teszek a szívósságra, azt utána egy darabig nem. Már lehet, hogy ezt nem is fogom használni, csak sima egyszerű tetőt rakok rá. Nem marad ez a ház sokáig, ez csak egy ideiglenes, mert ez belőle egy normálisabb. Nézzük, hogyha a fa mennyezet az rost kell, igen, az most éppen nincs. A fa alaphoz. Jó, itt most a rost egyelőre a gyenge keresztmetszet, amiatt egy kicsit belassultam. Kéne ilyen sarlót vagy mit majd gyártani, de ahhoz majd vas kell, az, ami messze van, és utána majd rostot jobban lehet gyűjteni. Okay. És kérdés, hogy a fa mennyezetet rá lehet-e tenni a szalma oldalra? Csináltam ilyet? De csinálok egyet, hogyha nem. Még a súlyra nagyon fontos. Jaj, nem tudom még én se. Csak rostot. Mi az igen, ágyad, de ahhoz kell bőr. Nem, nekem most van 15. De még gyártak egy párat, még egy 8-at hozzá, és akkor lesz 23. Csak elmegyünk és leülünk valami egyszerűbb állatot, hogy legyen bőrünk. Vagy hát az a kis... Én sem tudom a nevét. Keressük meg. Hello! Kis vadászlány. Na, keressünk valami prédát. Elmenekültek. Hol? Megyek? Aha! Oké. Okay. Igyekezzünk a fejére célozni. Aztán másodat, mert ez azért elég sok bőrt tud adni. A fején is. A halmászalad is. Álljál meg szépen. Oké. Okay. Szerintem utána szaladjál, mert oldalban nehéz valakit lőni. Nem sajnos. Azaz. Ugye az itt van egy dög. Oké, az elmegy, nem bánt. Jó, sokat kell rálőni, de megéri, mert nagyon sok bőrt ad. Azt a mindenit mennyi áll ki belőle. Jó, megmérgezett, szóval azért csak megtámadott, akit az előbb láttam. 130-as Diplodocus. Segítesz? Oké, okay, kidőlt. Meg kell keresni a másikat. Adott 24 bört, 60 bört, mennyi elsúst, az is megvan, szuper. Én is szedem, én is kiszedtem bele bört. Oké, okay. De szerintem megütöttél véletlenül, vagy nem tudom mi volt az a pillanat, egy piros. Bocsánat. Semmi gond, megyek iszok. Na, ugye. Oké, okay, most már lesz bőrünk. Aha. Én beleteszek minden bört a ládikába. Na, 120 bőr, meg arra vagyok kíváncsi, hogy föl tudom-e tenni a tetőt, hogyha szalma van. Uh-huh. Az igen, az elég lesz ágyikóra. Egyet csinálj magadnak, aztán csinálok én is egyet. Engedi rátenni. Szuper.
Hát akkor így is megveszni. Ajtó nem maradjon nyitva, ne jöjjön be semmi. Kívánok-e? Mit? Egy ágyat csinálja magadnak, jó? Mert a másikat azt meg én szeretném magamnak. Mert ha kettőt csinálsz, akkor neked lesz két ágyad, de én nem fogok arra fölkelni. Ha sem meghalok. Ki van fejlesztve jóban. Még így is maradt 175 bőr. Úgyhogy azt mondom, hogy csinálok bolát. Az nem kell sok, csak három. Csinálok... jó, de ez kell kő. Mindegy, kéne legalább egy 3-4 bola, és akkor azon már biztos, hogy fogunk tudni állatot elejteni. Kettő kő, az nem kő, mert az kevés. Ha te oda raktad, akkor én meg a másik sarokba. Melyik a kiáratunk? Azon a víz felé, ja, rakjuk ide a vízhez. Mindegy, hogy hova. Oda kakiltál. Vagy én. Ezt a nagyot lebontjuk. Becipeljük ezt a nagyot. Na. Én így gyűjtöttem ki, bőve nem is figyeltem. 26-ot még csak ennyi ütéssel? Na né. Oké, már adja. Fú, ilyen kevés jött ki ebből a hatalmas nagy sziklából. Nem baj. Viszek be követ legyen a házba. Tök el. Hát szerintem nem kell. Nem úgy, hogy nem kell, hanem hogy ne csinálják. Mert én csinálom. Ki van fejlesztve neked a bola? Nem kellett volna kifejleszteni igazából, mert kéne egy kicsit tartalékolni a pontokat. És nem tudom, hogy majd a magasabb szintekre elegendő lesz a jobb dolgokhoz. De ne fejleszünk ki mindenből mindent mindenki. Mert nem biztos, hogy elég lesz akkor a pont. Szerintem kicsit beszéljünk össze, miből mit fejlesztünk ki. Na egyedre bepakolok. A másik ládika. Tudom, milyen megfontolásból tetted ide középre, de én meg akkor mondjuk mögé teszem a másik ládikát. Az oldalt is, oldalakat és oldalfalat is ki kell majd cserélni. Most ide valamit eldobáltál? Miért dobtad a lángyát? Nem kell? Oké, okay, és elfogy. Mivel védekezel? Jó, nekem sincs, tehát most én is könnyű. Egyetlen egy nyilam van. Jó, akkor ezen gyárt, akkor ezen. Kovakő, rost és szalma. Szalma. Kovakő és rost. Csináljunk mondjuk egy 20-at. Csináljunk egy 20-at. Biztos, hogy elég lesz. Nem kell. Elraktározok, ez nagyon fog kelleni később. Kaját is rakok el, mert már túl sok van nálam. Elkezdhetjük felújítani a házikót fából. Mit? Hát ne. De házikóra szerintem ne rakja a pontot fölösleges. Ja, bolát akartam még csinálni. Tudom, hogy még sok rohadt húsunk nincs, de azért majd fog kelleni. Kábítószer. Már kifejlesztem. A szikrapor is nyilván kelleni fog. Hát fákja nem tartom valószínűleg, hogy fontos. Bola ki van fejlesztve. Vannak a fa ajtó kerek, fa ajtó. Oké, pajzs. Fa följáró szerintem nem fogunk. Ez lehet, hogy emeletre majd megyünk, de akkor majd ráérek akkor kifejleszteni. Dőlt fa tető. Bőrruhát. Csináljunk bőrruhát. Fejlesztem a bőrruhát. A nagy tárolódobozt. Nagy tárolódoboz is megvan, víztározó nem kell, raptornyerek talán.
Hát talán egy asztal szerintem jó lehet, de az úgyis majd kell fém. Ha lesz rá pontom, akkor a finomító kemence és ez a 20-as sort, tehát a 20-as szintű sort fogom majd kifejleszteni. Ha hozol ide nyersanyagokat nekem, szépen sorra mindjárt mondom, hogy miket. Hát nekem fára, rostra és szalmára van szükségem, ahhoz, hogy Szerintem megcsinálja. 180. Szuper. Vagy? Nem megyek. Csak ezeket le tudom gyártani, és akkor szépen építkezek. Még fa kell sok, hát rostot is, meg szalmát is, de inkább fát meg rostot, azt kell. Azt kell még. Majd építkezek addig. Mennyi bolát csináltam? Csak akartam. Igen, mert döntöttem, inkább nyilat csinálok, az most fontosabb volt. Pusikát azt egyelőre magamnál hagyom, mert el fog rohadni 3 perc múlva, és akkor azt már mindet elrohasztom, mind a 36-ot. Már kifejlesztettem az asztalt. Mert arra raknám föl a mozsarat. Emlékszem, hogy asztalt kifejlesztettem volna, mert nem is látom. Hát, hol van az asztal? Ja, itt van egy asztal. Jó, a 13 pont, most tudok másra csinálni. Akarok faasztalt is csinálni, hogy a mozsár azért ne a földön legyen. Na, egész jó, ez így tetszik. Mondjuk e felé nyitva is maradhat. Innen nem valószínű, hogy valami bejönne. Világosabb az egész. Tető. Jó, megyek én is fáért, meg ilyen egyéb nyersanyagért, gyorsabban haladjon a dolog. Ne szalmát, fát, jó? Fát is. Úgy, köszönöm. Akkor csinálok ajtókeretet, a ajtót. Úgy nem raktam ezt a sok követ. Meg szétbontom. Hamar meg rohadjanak. Visszamegyek, mert a kő nálam maradt, aztán egy igen lassan mozgok. Tepedek magammal 100 követ. Úgy szaladgál. Rohadt gyors ez az állat. Hát megint minden megállt egy pillanatra. Kicsit lassú ez a szerver, de ez nem voltak a legkevesebben. Oké. Okay. A követ nem tudom berakni, de be tudom. Nem tudom. Na mindjárt elrohad ez a sok húsika, és akkor lesz egy rakás rohadt hús. Az asztalhoz még fa és fém kell. Óha, mi kell fém. Akkor az, az még... Oké, de ki kell égetni, vagy mennyien fém kell hozzá? Nem. Tényleg nem kell, és 12 kell, és pont 12 van. Egy kevés fát magamhoz kell venni. Hát az asztal. És ment az összes kő rá. Na, megvan az asztal. Szerintem az asztalt oda fogom rakni arra az oldalra. Mi? Akkor elrakok mazsarat. Ahhoz pedig bőr és kő kell. Hát egyelőre egyet csinálok szerintem. De bőre, oké, hogy sok van, de hamar elfogy. Csinálok egy mazsarat, még több kő. Oké. Teszem. Követ is visszateszem. Hát egyelőre a fát is visszateszem. Mozsarat meg fölrakom az asztalra. A kettő lesz rajta legalább, és én nem a közepére teszem. A széléhez igazítom. Becsukod? Úgy döntöttél? Este van, este van. Van.
ajtó. Megint beállítottam a kódot. Jó. Olyat a mennyezet is majd. Ide tegyek. Még súlya, mert az nagyon elfogy, hamar elfogy. A 36 rohadt hús. Van, ha jól emlékszem, egy egész sok 67 narkoberi. Tudod, gyártok altatót. Rogot. 13-at tudok. Hát 13 az Terranorra bőven elég. Még egy ilyen 51 szintűhez kell körülbelül 5-6. De 13-mal akár egy 100-as szintet is ki lehet altatni. Szerintem. Mert ez csak egy tipp. Jó, ez szépen gyártódik. Én meglépem a szinteket. Nézzük, mit fejleszünk ki ebből a sok-sok pontból. Ugye a 20-as szinten van az a rész, ami fontos lenne, a finomító kemence. Meg a vas dolgok. A finomító kemencéhez 65 bőr, fa, kovakő, mégis minden van hozzá, úgyhogy akár is tudom rakni. Bőr, fa, kovakő, kő, ott minden kell hozzá, jó van. Lehet, hogy kovakő ez kevés lesz. Sőt, inkább így nézem, hogy jobban látom. Oké, kőke 125 az van. Oké, meg rost. Pont tudok gyártani egyet, nagyon jó. Innentől kezdve tudjuk égetni a vasat is. Na, ezt hova rakjam? Hát mondjuk, még ebbe a sarokba szerintem rakom. Jó. Akkor bele egy kis fát. Szuper. Na, egész szépen haladunk. Milyen gyorsan eljutottunk idáig. El kell menni lassan állatot ölni, vagy hát fogni. Van 13 ilyen. De lehet, hogy nincs kifejlesztve. Tehát a lejjebb szinten van a altatónyíl. 21-es szinten van a kábítószer. Tehát most nincs hozzá elég pontom. Ja, de szintet léptem, akkor lesz jóban. Ezek a mozgási sebességemre szerintem, hogy utána kell szaladni, akkor elbírjam kapni. Kábítószer. Nagyon jó. Mi fontos még itt ezen? Hát, folytathatjuk kővel. És ha fejeztük a fával való felújítást, már folytathatjuk kővel. De hát a fa az kell, pláne, hogy összeset felhasználtam. Mi volt raktárom. A Terranodon ez valaki, mert ez gyönyörű szép, néz, ilyen neonzöld. Hú, de gyönyörű vagy, uff, de nem. Én ezt elkapom. Én ezt most elkapom. Erről a házikon már zavarodok, miatt ránk sötétedik. Kell hozzá, ugye egy bola van nálam, én azt mondom, hogy gyártok még egyet. Mellé dobnék, kettő kő kell. Ú, nincs nálad még egy kő, legalább egy kő. Vagy a másik dobozba. Nincs. Jó, mindegy, ezt tudok útközben is. Vagy gyorsan csináljak altatónyilat. Nem, jó lesz ez így, mert elég lesz, tehát ez a 13, ez bőven elég lesz, köszönöm. Hú, enni is kell. Te is egyéb, mert nagyon éhes a karaktered. Nem tudom, hogy hányas, de szerintem a 13 biztos, hogy elég lesz rá. Oké. Betöltöttem. Még ott van, nem ment el. Annál ide rakkő, mindjárt szedek, akkor aztán csinálok bolát. Itt van egész közel. Nem megy el. Ez arra vár, hogy megfogjuk, ez minket akar. Oké. Okay. Hármat tudok csinálni. Ja, de gyönyörű vagy. Téged most megfoglak, ha ezen múlik. Megfogtam.
25-ös, úgyhogy nem nagy, de első állatnak jó lesz. Szerintem 3 nyíl elég is lesz rá. Ja, kifeküdt. Kifeküdt 3-tól. Tudsz hozni húsit, mert én meg nem hoztam húsit. Ez milyen gyönyörű, oda néz, milyen szép. Azt a mindenit. Raknék bele élemet, ha lenne nálam. Viszont visszarakom bele a sima nyilat. Jól megtámadna. Rakjad bele, kérlek, az állatba. Két húsi, jó, szerintem az elég lesz ennek. Viszont kéne gyűjteni narkobarit, ha ne egy isten véletlenül fel akarnak kelni. Húsikát rakjad bele, jó? Na most meg rostot ad. Akkor rostot akarok, akkor pont rostot nem adott. Hát van ez így. Narkoberi kéne egy kevés, hogy felébredjen. Nézd, de mennyi rostot ad. Hát ilyen nincs a mesébe. Na jó van. Az a viszem úgyis oké, ad a 12-t, az elég lesz. Na megvan az első állatunk. Most azt nem tudom hányas szinten, de ha jól emlékszem, talán ilyen 38-as szinten lehet rá majd nyerget csinálni. És az még messze van, hol vagy. Aha, hát az öntudatlan állapota egy kicsit jön le. Vagy ha a kábulata már csak 254-es. Adok neki mondjuk egy 3-4-et. Nem tartsuk magasan. Egyelőre még nulla a betanítás szintje. Gyönyörű, szép színes. Zöld, kék, piros, nagyon szép vagy. Na, ő lesz az első kis madarunk, amivel majd elindulok. Vagy elindulhatunk valamerre. Igen. Ne vigyem magammal, azok nagy értékek. Ettél? Egyél még. Ó, sült húsi. Nagyon jó. Most már nem fog kelleni magokat enni. Jó, oké. Okay. Kiszorom akkor ezeket. És cipeljem magammal. Nagyon ügyes vagy. Jó, megnézem, hogy áll az állatka. Na, hogy állsz? Most eszik. Na hát akkor ez gondolom az első evése volt, és 22%. 12 szintet ad a 25-ös, és csak 37-es lesz, az igen-igen gyenge. Fajnos. Na, én elkezdek követ gyűjteni. Jó, én lassan vasat is. Bányászni. Építsük meg a kőházat, persze, mert ha jön valami nagyobb állat, akkor ezt viszonylag hamar le tudja rombolni. Hát a szalmát, azt nagyon hamar. Nem baj, nem kell gyűjtögesse. Gyűjtögetsz, ez nekem tökéletes. Nekem óriási segítség, ne viccelj. Nem hiszem, hogy van hozzá mindenem, nem nincs. Egy kise fejlesztettem. Ő. Azért más is kell a kőházhoz, nem csak kő. Oké, emeletet is. Ez a besötétedett. Gyorsan lehet itt az elején fejlődni, ezt nagyon szeretem. Utána majd ez sokkal nehezebb lesz. Én a fémcsákány, meg fémbolta. Ugye ahhoz nincsen fémünk. Tehát ha eljönnék ide a vízpartra, nagyobb esélyet találok itt. Követ. nem csak ő van nyilván. Ez szép kis faházikó valakinek. Ilyen gömb... Hát ez nyitott. Hát nézd bele, csücsökét ez a szépen. Alszik. Mondom, le van nyilván zárva. Nem úgy se lopnám meg. Csak kíváncsi voltam, hogy lezárta-e. Jaj, megijedtem hirtelen, azt hittem, az valami raptor szaladgál.
Ezekből nem lehet kinyerni egy kis vasat. A tóparti, tó melletti kövekből nem lehet egy kis vasat kinyerni. Ezekből a fajtákból? Ezekből csak követ ad. Na, el is tört. Menjünk haza. Ó, de túl terhelt vagyok, várja. Hát ott tudok gyártani egy ajtó, amúgy is kell. Tény. Vagy ez nem kell, ezt eldobom. Hát nagyon nehéz vagyok. Most ne támadjon meg semmi. Ugrál a doboz. Hop, 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 hop. Él valami abba a dobozba. Kovakövet dobtam ki, mi nagyon él a kovakő. Na jó, van így, mire hazaérek, az. Ott szaladsz, látok, látlak. Fölkelt már a madárka? Nem, 44%. 44%? Úgy de lassan. Azt a négyet neki adhatod, ami benne van még, igen, hogy fölkeljen. Aztán kéne gyűjteni, mert akkor, hogyha ennyire lassan lehet témelni őket, akkor az sokáig tart. Hát kéne nagyobb ajtót is csinálni, egy jó kis dino ajtót, az jobban tetszene nekem. Na, hazaértem. Túl sok minden nem hoztam. Kicserélem az ajtót. Meg lehet látni, azt mondja, hogy 9-esre tettem a keretet. A nullásra pedig magát az ajtót. Jó. Kód beütve. Szuper. Na nézzük, mi kell ahhoz, hogy oldalfalakat tudja gyártani. Fakő és szalma. Egy egészet tudok gyártani, az szép. Hát az se sok. Hát még egyet, jaj, de jó. Jó, ezeket a köveket itt hagyom. Hozok is majd itt bent legyártam őket. Hát a szalma. Végülis nem viszek el magammal semmit, majd is így gyártok benn, hanem csak hozom a nyersanyagot. Na, bejáratnál már ki van cserélve kőre. Megint enni kell. Veszem ezt a sok gyümölcsöt, ami nálam van. Nem én is, hogy áll az állatka. Ilyet egy gyönyörűség. Megakadok a szárnyadba. De figyelj se, hogy nem mutat semmit. Hagyd a faránától megnőni. Nagyon jó, már 66,7% alakul a dolog. Jó, akkor kő van. Fa. Fa kell, meg rost. Még nem látott volna csinálni hozzá egy boltát. Nincs nálam nyersanyag, úgyhogy hazamegyek boltát csinálni. Sajnos vasboltát még nem tudok. Á, megjött a Raptor Klaus. Megérkezett. Szia, Raptor Klaus. Ezt kéne megcsinálni. Akkor végül csak egy szem kovakő kell hozzá, és akkor már meg tudom javítani. Javítás. Majd tudok, akkor megjavítok mindent. Ehhez meg kő kell. Javítás. Nyilat is megcsinálom. Kell még valami hozzá? Már minden megvan. És így jó lesz. És akkor hozok még fát. Meg szerintem csak szalma kell. Hát meg nyilván sok-sok kő, de a szalma az egyelőre elég lesz. Voltával lehet bontani. Na, most sem. Ó, meg is teltem. Szerintem nincs nálam kő, úgyhogy ajaj van. Hiszel ebből a fából adjak, vagy szórjam el? Nem tudok hazamenni, úgy megpakoltam magam. Szintet se tudok lépni, hogy rárakjak. Hát valamit akkor el kell dobálnom. Szerintem még így is így tudok megmozdulni.
Annyit azért nem, de ezt a 40-et eldobom. Nagyon lassú. Nagyon lassú. Ott ég a tűz. Ott ég a tűz, ott lakunk. Nem. Hát azért nagyon lassú. Hú, azért nagy nehezen hazaértem. Oké. Magamhoz veszek egy kis követ. Elkezdem gyártani itt a dolgokat. De mennyezet nincs, úgyhogy mennyezettel kezdem. Még elég sok kő kell hozzá. Hát mindjárt le tudok gyártani belőle egy négyet. Ne pakolgatom itt, amikor a T-betűvel be tudom dobálni egyből. Na most nagyon szép csiricsári tiritarka ez a házikó. De most már egyelőre így marad. Jó sokáig. Hello! Úgyhogy nem kell ezen aggódni. Pillanatokat ki lesz javítva. Ez jobban odafigyelek a súlyra, nem akarok ennyit. Ezzel haza is megyek. Te is hozol még követ? Követ, fát és szalmát. Jó, ezek kellenek nagyon. A föntről építkezek lefelé. Ennyi megint. Hát igen, nem sok súlyt bír el a karakter sajnos. Kettesével fog menni, ez így lassú lesz. Rakok a súlyra. Jó. Állatka, fölkelt! Ja, 37-es lett, ahogy mondtam. Na, jó van. Hát fejleszteni kell nyilván. 38-as szinten van a Pteranodon nyereg. Én meg még csak 29-esen vagyok, úgyhogy egyelőre gyere légy szíves közelebb a házhoz, ne itt ilyen messzi legyél. Oké, hello, hol vagy? Fáj le, fáj le, fáj le, jó. Maradjál ott. Hozok még követ. Sok-sok követ. Sok-sok kő kell. Na, ebből milyen sok jön? Azt a 144. 192. 240. Megint túl fogom magam vállalni. Viszont fémet is sikerült belőle. Veszek hozzá fát meg szalmát, és akkor itt helybe tudom gyártani. Hát elég kevés szalma, úgyhogy nem biztos, hogy sokat fogok tudni gyártani. Hát még 8 szalma kéne, és nem tudok megmozdulni. Pont ezt akartam elkerülni. Nem akarok eldobni semmit. A legközelebbi fa? Hát nagyon közel. Ugye eldobom odáig a követ. Most megpróbálom eldobni a követ. Ebből szedek szalmát. Ne fát! Szalmát, úgy. Visszaveszem. Ő egyre könnyebb lesz, és itt tudok menni. Hol meg szalma? Szalma az nem nehéz. Szerencsére a kő az, ami nehéz, meg a fa. Szalma az nem annyira. Vissza követ fejteni. Hú, mennyi tető kell? Számolod, mennyi tető kell? Mert csináltam eddig négyet. Hét.
Jó, akkor mi négyet kell csinálni, illetve hármat. Még egyet. Poker és kő. Ha megvan. Szerintem a kő is meg lesz mindjárt. Oké. Mennyezet. Még vissza követem mindjárt fél, de nem csak most már nagyon éles a karakterem. Meg szomjas is rendkívül. Van még husika? Égetett husika? 24? Az nagyon jó. Roston sültet nyomi-nyomi. Nagyon éhes a karakter. Megeszek egyből egy párat. Na, mehet fel a tető. Hát 6 kellett, nem 7. Na, tetőkész. Ugye több tető lett csinálva. Kettő szintet fejlődtem. Én azt mondom, hogy teszek a mozgási sebességemre, a kitartásomra. Hiába mozgok gyorsan, ha nem tudok olyan gyorsan, vagy csak sokáig szaladni. Hát 31-es szinten vagyok, úgyhogy akár a fémsarlót is ki tudom fejleszteni. Az jó, hogy innentől kezdve rostot könnyebb lesz gyűjteni. Na, hoztam fémet. 12, nem sok, de kiégetem. Na, egész szép kis takarós házikó lesz a végén belőle. Fakő és rost nyilván ehhez is. Nézzem, mennyi van. Oh, kicserélted a ládákat, de ügyes vagy. Szuper, köszönöm szépen. Oké, itt vannak, látom a zöldségek, amire majd semmi szükség nem lesz. Oké, fa és rost van bőven, úgyhogy kő kell. Gyepteranodon. Nem sokára lesz nyereg hozzád. Még egy pár szintet kell fejlődni. Hát 31-esen vagyok, még egy hetet. Az szép volt. Tettem itt a semmit, azt egyszer csak eltört. De nyilván kovakő kell hozzá, akkor hát olyat tudok ezzel fejteni belőle. Ezt most miért nem üti? Megint megjavítom a baltát. Nem szoktam egyébként megjavítgatni dolgokat. Simán gyártok másokat, de... De miért ne? Se lehet. Harminckettes szinten vagyok. Már csak 6 szint kell. Na, ebből is egész sok kő kijön. Jó, többet nem, mert nem tudok megmozdulni. Oké. Kettő fal. Kettő falra volt elegendő. Mi fogyott el a kő? Vagyunk vissza, hogy tovább ütni. Egyetlen egy ütéstől túlterhet. Érdekes. Mi van nálam olyan sok? Ja, a fa van ilyen sok. Érdekes. Ezt a nagyot, ezt nem is lehet kitermelni egyáltalán, ez csak egy dísznek van. Ez látványos. Nézd, mi jön itt. Ez gyönyörű. Na, nézem, mi a neve. Ez egy... Jaj, ez a Stego! Hát persze, hogy ez a Stego. Gyönyörű színes vagy te is. Nagyon szép színes állatok vannak. Maga az egész sziget gyönyörű.
Majd hogyha lesz nyereg, akkor fölpattanunk, azt kicsit körbenézünk itt. Tényleg csodálatos ez az egész sziget. Hát nem sok követ adott. Jaszt, Ego. Na, egész jó meg van csinálva ez a ház, tetszik. Jó, hát majd nekünk is lesz, mi még csak most kezdtük, ez még csak az első pálya. Na, lepakolgatom itt a falat. Nincs valamelyre közelebb kő. Hát nem nagyon van már. Jó, csak hogyha túl sok kő van nálam, akkor meg nem tudok mozogni. Én ezeket le lehet itt bontani. Önleg közel van. Jó lenne most már vasat is találni, kiolvasztani, a nagy szükség lenne. Jobban lehet, és többet is ki lehet nyerni a vas voltával. Ez addig fejtem, ameddig csak bírom. De ne kovakövet adjál, most őszintén, mit csinálok a kovakővel? De figyelj, mindjárt elfogy a baltám. Mióta ütöm, ez nem fogy el, ez a fa? De inkább kovaköveket ad, az a baj. Már ebben jó sok volt. Le lehet csinálni 6-ot, nagyon jó. Most számoltam, mennyi fal kéne még hozzá, de a végül is az egész alapot ki kell cserélni majd, úgyhogy még fog kelleni bőven. Na nézzük, mire tegyek még. Életerő, kitartás. Hát itt mindig a súly szerintem a legfontosabb azon a szinten, ahol én vagyok. 33-as szint. Jó, szalma is elfogyott, meg a fa is, meg a kő is tulajdonképpen most minden kell. Remélem annyi van, hogy megjavítsam meg én a baltát. Utolsó javítás, utána már csinálok vasból. Fát adjál inkább, jó? Kellene nekem. Oké, ennyi fa elég. Itt kül, amit le tudnék bontani. Akkor megyek messzebb. Kajálni is kell. Ez se szomjas lesz a karakter. A nyugis kis helyes szerencsére. Nem nagyon támadott még meg semmi. Hát igen, ennyi van ebbe is. Hát ez egy kicsit sok lesz, nem fogok tudni majd megmozdulni. A fal, egyet tudok falból, mert... Nincs szalma. Viszont az baj, mert nem tudok megmozdulni. Nem szívesen dobálnék el semmit. Még ezeket eldobom, mert ez mondjuk nem kell. Követ nem. Hát pedig szalmaért el kéne menni. Na, meg tudok mozdulni. A felé nem érdemes, mert nincs ott semmi. Azért óvatosan ne, hogy valami megtámadjon. Hogy mi? Már tudok kettőt. Nem tudom mennyi kell, hogyha egyre nem gyártok többet. Mert inkább ezt hazaviszem, és akkor majd alapzatot gyártok. Ja, itt szaladsz. Hát, én itt már kibányáztam a követ. Nagyon sokat nem hagytam neked. Úgy látom, a Stego meg ott van a házunknál, ott ízelődik. Hopp, ez érdekes volt. Hazaértem, majd visszadobott. Egy kis kockaház. Ennyi. Ja, még a túloldalát is meg kéne csinálni. Azt szerintem ez már feleslegesen megy. Ezt hogy vették ki vasat?
Mert 12-t raktam bele, és 6 van benne. Még szerettem volna most már egy csákányt, hogy valamit csinálni. Nem tudom. Megfogni. Arra gondoltam, hogy megfogni. Én kifejlesztettem szerintem már. Ú, nyílpuska, igen, az is kell. 45. Jó, fejlesztve a csákány is. Akkor? Már csak munkapadba lehet? Tehát akkor csinálok munkapadot. Ez a 30 kő még, de érdekes. Ködös vagy nem tudom milyen most az idő. De füstös. Még lehet látni. Ja, nem ebben vannak, ebben vannak a nyersanyagok. Igen, itt van egy kő, nagyon jó. Kell csinálni egy munkapadot, kell hozzá bőr. És 5 öntött vas. Na, pont szerencsénk van, mert van 6. Úgyhogy ebből meg tudom csinálni. Most már olyan pici a hely, hogy a kész lesz 100, még itt elfér, és akkor körülbelül ennyi. Nem fogsz. Na, szerintem ide elrakom. Oké, és akkor ebben majd lehet ilyen tím dolgokat. Igen, itt lehet a fémcsákányt. Bőr, fa és öntött fém kell. Egy darab, és pont egy darab van. Szuper. Mondtam még fát. Na, egy darab fémcsákányt tudok gyártani. Ha lenne még egy fém, akkor boltát is szerintem lehetne. Akkor nem tudom mennyi kell. Hát abból 8 az drágább egy kicsit. Na, fém csákány, szuper, oké. Okay. Teronodunk, ó, szintet lépett, nagyon jó. Szerintem a súlyára fogok az elején tenni, hogy elbírjon. 41-es szintű. Na, szerintem legyen ennyi elég mára. Kipróbáltuk a szigetnek a, hát hogy is mondjam, azt nem mondom, hogy a szigetet, de itt az elejét kipróbáltuk, hogy milyen. Én azt mondom, hogy egyre nem látok túl nagy különbséget az előző pályákhoz, mappekhez képest, de hát nyilván ott benn, a szigeten, ott lesz majd az érdekes. Gyere te is ide, életem, álljál az állatunk mellé. Hát idáig jutottunk az első részben. Elhúztunk egy házikot, és fogtunk egy madárkát. Én azt mondom, hogy ez így 1 óra 10 perc alatt szerintem nem olyan rossz. A támadás szerencsére nem ért bennünket. Amikor kipróbáltuk először a játékot, akkor hát itt azért kellett küzdeni rendesen, de pont egy olyan helyre sikerült bennünket letenni a játéknak, ahol már mások raktak le házakat, és így itt már nincsenek sok ellenségek. Úgyhogy első körben legyen ennyi. Nagyon szépen köszönöm annak, aki végignézte ezt a videót. Ha tetszett, akkor dobjon egy lájkot, és ha még nem tette meg és szeretné, akkor iratkozzon fel. Lehet kommentet is írni, örömmel olvasgatjuk, és szívesen válaszolunk mindenre. Köszönjük mind a ketten, hogy itt voltatok és végignéztétek. Találkozunk a következő videóban. Én Korobi voltam. Sziasztok! Ő feleségem volt. Legyetek jók, sziasztok!